Ki evett már banánt? Ki aludt életében? Senki? Senkinek nem rendelt még a kukája dollár? Hallottátok a csöngőt? Lehetett hallani a csöngőt? Vagy csak én hallottam a csöngőt? Persze, én hallottam a csöngőt. Igen. Jól láttam, hogy egy keksz felemelkedett és eltűnt a levegőbe? Jól? Akkor beszélgessünk a gyümölcsökről. Kezemben van egy mobiltelefon, egy banán és egy alma. Mi köti őket össze? Gyerekek? Ugye gyerekek, mondjátok, hogy ti is érzékelitek, amit én, ugye? Ugye? Ugye nem hűlhettem meg ilyen korán, ugye gyerekek? Ugye ti is látjátok, hogy mozog a matrac, ugye? Látjátok, hogy mozog a matrac? Nincs is matrac az osztályteremben. Már ezt a tanárbácsit bizony 3-4 kényszert ilyen őre küldték. A láthatatlan diák csöntelése miatt. Na hát, csak azt akartuk üzenni, hogy lehet, hogy néha nem veszünk észre magunk körül embereket, akiket pedig lehet, hogy kéne. Na, van még egy történetünk, belefér, meghallgatjuk, megnézzük, meg még egy bónusz jelenetünk. Na, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apa meg egy anya, nagyon gazdag emberek volt. Jaj, te gazdag vagy. Kész az arany almából? Már megettem. Hogy az Istenbe tudsz ilyen szexi lenni, vagy ilyen később? Hogy meg? Megköztem. Gyurikával találkoztál ma? Kivel? A lányoddal. Lányommal? Ja, persze, behozták majd. Behozták? Hol be, hozták? Betolták az aranykocsit. Ja. Ja, szép lett az a... Azt hittem, hogy a garázsban marad egész nap. Az aranykocsi? Hát a Julikával. Hát nem azért vettem. Megígérte Julika, hogy nem fog többet ordibálni, úgyhogy kiengedtem. Jól van életem. Kéne neki venni még egy aranyrollert. Hogy mozogjon? Ha mozogjon, meg úgy ne legyen szomorú. Nem mozogjon, mint a többi troli gyerek. Nem mozogjon. Mondjuk ebben teljesen igazán. De kettes kapott. Miből? Melyik tanálatta neki? Hát a tesiből, mert nem mozog, azt mondta neki, hogy nem mozogja, mint a mondtam az meg, hogy a tesit is intézzük el, nem? Mondtam. De még nem. Most szarnak kell lenézni a tesit. Jó, hát egy köcsön, de mi kell lenézni? Most kinézlek itt? Hát azért kapott kettes, mert nem fizettük meg. Azért kapott kettes, mert azt mondod neki, hogy nem mozogja, mint a többi proli gyerek. Igen? Igen. Én vagyok a hibás? Nem vagy hibás életem. Szerintem sem mozogjon. De ne kapjon kettes, bassz meg. Mi a neve a tanának? Akkor hát a torna tanár, úgy hívják. Ugye, a Szinnyeiben a gyerek torna tanára. Nem tudom a nevét, valami lófarkas. Hát torna tanár! Jó, így se tudja, ez hülye. Bár nem te vagy a hülye. Vagy a hülye vagy, de intézd már elég hülye. Aha, elmaradandó. Jó, na jó van, szavasz. Elintézi. Jól van. Örülni. Benne minden aranyjá válik. Mert egy aranyember vagy. Így van. Akarsz tőlem valamit? Mindig. Örülni fog az a
kislány. Jó, hogy megvettük azt a gyereket. Szerintem jól jártunk vele, illik hozzánk. Hogy a faszba lehet, aki ilyen hülye, hogy nyomdász lett bannak, mostan, hogy ki nyomdász, érted? Hát persze, hogy éjjel van. Megvettük róla ezt a... Szerintem jó, hogy megvettük, mint ha nála maradt volna. Ugye? És képzel, mi lenne belőle, ha nyomdász? Úgyis ilyen szakma. Tényleg, mi ez a nyomdász? Nyilván nyom, mert benne van, hogy nyom. Ja. Igen? Én szerintem jól választottuk ezt a gyereket. Hasonlít rád nagyon. Igen. Szegény, hogy sírt a sarkom. Szerintem egyébként van olyan, hogy idővel átalakulnak olyanná, mint a szülei. Hogyha olyanok a szülei, hát a szerencséjük van. Hogyha a szüleiben van olyan potenciál, amit így érdemes minden másolni. Potenciál? Ha olyan potenciál, tudod, mondták mondjuk a tévében, hogy van ez a potenciál. Te most külföldiül beszél? Csak el akartalak bűvölni. Én szerintem mindig elbűvölsz, elég, ha fekszel. Sőt, ha nem szólalsz meg, akkor bűvölsz el a legjobb. Ez csak vicc volt. Ez nagyon vicces. Kész egy banánt. Na, mikor jön haza a kisgyerek? Hát mikor tolják vissza a kocsit? Nem tudom, hát amíg van kedve, addig tologassák. És képzeld, a nyomdászik nem mit csinálnak? Nem tologatnál senki valamit. Rá vagy akad erre a nyomdásza, komolyan. Tetszik az a csávó, vagy mi van? Mit te hoztad fel? Mi? Tetszik a csávó. A nyomdász? Igen. De hogy sokszor emlékezted ezt a nyomdászt. Hát mert mégiscsak ő Julika apja. Meg két kezű, azért. Ha? Mert most ezt nem... Csóró. Ja, de még használta ezt a kifejezést, el is felejtettem. Még egyszer, másik pasit hozol itt föl, érted a szentélyünkbe, a lakunkba. De csak bunyorosan hoztam. De fel. Ne forgass magad így, mert neked megyek. De most miért baj, hogy csak majd mégiscsak a Julika apja. Ja. Azért hoztam fel. Pedig rá egyáltalán nem hasonlít, hanem rád hasonlít. A nyomdás? Nem, a Julika. A Julika apja. Azt mondtad, rád hasonlít a Julika apja. Az a nyomdász. Még én is összerakom. Nem. Most nem én, most zavartál. Ki hasonlít rá? A Julika. Pedig nem is a te lányod. Érted már a logika? Faszért nem dolgozunk. De egyébként megvan még az a szerződés? Az adásvételi? Persze. Menne veszítsd? Nem, megvan. Ez a Ferike gyerek meg akarta enni, de kikaptam a kezéből. A kis tesója? Az az, a hülye gyerek. Ja, az egy könyvelő. Kis kövér szarnya. Könyvelő, tényleg, mert mondom a nyomdásznak, hogy... Nem könyvelő, hanem könyvevő. Ja, könyvevő, könyvelő, mert lehetne könyvevő. Könyve, elkinteti a számlákat. Igen. De egyébként én úgy hallottam, hogy irat meg sem is idő lett végül. Igen. Az igaz. Biztos jól fizet. Tuti nem egyébként, csak mondtam. Hát, azt a jelenetet mindenkire rábízzuk, hogy képzelje saját magába, hogyha még lett volna egy ilyen esemény, amikor ez a szegény Feri bácsi végigkutatja láthatatlanul, persze, hogy milyen sorsa van az ő egyik gyerekének a sok közül. Hát mindenkire rábízzuk, hogy most ettől boldog, hogy van mit ennie, vagy nem boldog, hogy kikhez keveredett. Most nem vonjuk a tanulságot. Van még egy jelenetünk a színészekről. Ami teljesen függetlenül összes eddigi történettől. Mert azt gondoljuk, egyébként minden kalapomat leszoktam emelni a színészek előtt. Hát úgy néz ki, mintha ez egy jó szakma lenne, de valójában szerintem borzasztó. És
aludni. És szóval annyi mindenkinek kell szót fogadni, teljesíteni a rendezőknek a mániáit, a nézőknek, és azt gondoltam, hogy most ebben az előadásban belefér egy kicsit, hogy két színész most rosszalkodjon, mintha láthatatlan lenne. Hol legyünk? Takarásban. Yeah. Tehát zajlik, vagy zajlott egy előadás? Megy az előadás. Kollégák. 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 Villítanak a színen. Yeah. Közönség az van? Persze. Igen. Nagyon kedves közönség. Nem nevezzük meg, hogy melyik színházban vagyunk. Ez a közönség, ez megérdemelni, valami jó színész kapjon be. Megörülök, hogy itt rá. Nézd meg, ott ül, játssza a pszichológust. Ott a másik, az meg a pasi, aki a zenészt játszik. És mindig ugyanúgy. És mindig ugyanúgy, ne? Borzasztó. Jó, jó, oké, jó csaj, jól nézett ki valamikor, de... Meg abból él, érted, 30 év, hogy pszichológust játszik, érted? Kicsit már unalmas. Mi? Nekem mondod? És még mindig nézik. Hát persze, nézd meg, nézik. Ezt nem hiszem el. Meg bazsajog nekik, nézd meg. Tök mindegy, mit csinál, fogja ki szemüvegét, és ez bazsajog. Az tud zenélni, az rendben van, oké. Okay. Na mondjuk, amiket játszik, ez azért az is. Nézd meg, ennyi helyes ember. Nézd meg, mennyi helyes ember is megnézi. És ő még hagyján, de odahozza ezeket a nyomorult izéket, csepvirágókat. Most ezek milyen minket használnak, most komolyan. Mennyit kaphatnak egy ilyenért? Tudom én, de azzal ére, érted? Miért jövünk be a végén, ezért táncolni egy dal, az kész, az kimegyünk. Nekünk kell az egészet csinálni. Hát ilyen pszichológus nő én is lennék. Fel is lehetne dobni valamivel. Nem? De mit gondolsz? De meddig fogják csinálni? Na figyelj már, ezeken nem is gondolok. De meddig jönnek rá nézők? Most nézd meg. Ennyi kedves embert, komolyan. De szerintem tök mindegy neki. Mennyi idő, amit elhozogolnak. Nem tök mindegy nekik. Ha én lennék az, akkor menjek be. Legyek én a pszichológus. Mondjuk szerintem, ha te lennél, az egész más kategória, más cím. Jó, hát igaz, én is most tényleg nehogy nyalásnak vedd, de ugyanezt gondoltam. Ne. Te lennél a helyed is, tudni más. Hát tudom, de tudod, azért, mert én mert szeretem tudni, hogy mit csinálok, felkészülten, körülősen, jól érted. Tehát most ez semmi, ez csak egy ilyen minimális abszolút hozzáállás, tudod. Mert bemegyek és akkor ülök végig is. Ha kell, ha nem, bazsajgok meg nyenyerészek. Én mindjárt sír. És azok azt is elhitteti, hogy sír. Érted? Valamelyik nézőt kikapta, vagy gyerekkoráról kérdezett, és sír. Pszichológus nem sír. Hát ezt se tudja. Érted? És azok sikere van, érted? Sikere van. Hát megőrülök. Sikere van. Nem mindig az ilyenek van. Hát én kiszórakoztam magam. Jó érzés genyónak lenni, vagy szarva. Följön meg a levébe, hát egyszer úgy is rájönnek. Előbb-utóbb el fogok jönni. Hát most nem a mi dolgok. Menjünk meg. Hát a heked is az jó. Azt tetszik. Azt nézd meg, hogy koncentrál, nézd meg, hogy várja, hogy mikor jön a véget, nézd meg, látod, mint most hasonlít össze a kettőt. Az egyik egy tigris, érted, amelyik várja azt a végszót, mint egy színház igazi tigris, hát a másik meg egy körület, hát egy nem. Egy teknőc, érted, kedves teknőc, egy teknőc, mint szóval. Nézd meg, látod, és egymásra néznek, hogy tanástalanok, teljesen tanástalanok. Nézd meg, ők meg nevetnek, hát én még értem. Na, szerinted belecsap valami végezetébe, vagy jöhetünk a táncunkra? Köszönöm szépen!
Bezerédi Zoltán és Kerekes Viktória lesz. Az lesz a címe, hogy, és még ennyit tudok csak róla. Látható hogy, és látható. Nem, az lesz a téma, hogy most megzavarsz engem. Erről beszéltem. Nem lehet. Az lesz a címe, hogy ne hajt abba. Ne hajt abba. Ne. Ne hajt abba. Arról fogunk, hogy meg mikor elég a szeretetből, meg a gyűlöletből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jó éjszakát! Köszönjük.